Hello, sziasztok! Kovács András, merre találjuk? Ezzel lépett be az Origo szerkesztőségébe Fekete Győr András, az éppen pártá szerveződő Momentum elnöke. Mögötte a szervezet kommunikációs vezetője és egy videós. Azt az újságírót keresték, aki a közelmúltban több cikket is írt a Momentum képviselőiről, és az érintettek szerint hazudott róluk. Azért, hogy emlékezetes volt Hajnal Miklós és családjáról írt cikked, amiről leszettétek a nevedet. Aztán, akkor hétfőn írtál nekünk, és aztán lehoztál egy olyan cikket, vagy lehoztatok egy olyan cikket, ami tele volt valótlan állításokkal. Az újságíró közölte, hogy nem járul hozzá a felvételhez, ezért mi sem mutatjuk az arcát, a hangját pedig eltorzítottuk. Nem vagyok köszönhető, úgyhogy nem készítem a tolásokat. Nem vagy köszönhető. A Momentum képviselői mégsem állították le a kamerát, és később a felvételt takarás nélkül hozták nyilvánosságra. A látogatásnak végül Tókos Lóránt vezérigazgató helyettes vetett véget. Most ez a kérdésem, létszős távozzatok. Köszönöm. Fekete Győr András még kezet fogott az újságíróval, aztán elhagyták a szerkesztőséget. Azt mondják, azért mentek, hogy megkérdezzék, honnan veszik a hamis információkat, és miért írnak lejárató cikkeket róluk. Szerintük ezzel nem sérült a sajtószabadság, mert nem egy szerkesztőségbe mentek be, hanem, ahogy fogalmaztak, egy propagandagéphez. Azt gondolom, hogy az a propaganda gépezet, az a propaganda média, médium, amely állami pénzből működik, és állami megrendelésre az állam szócsöve, az egyértelműen a propaganda. Egy magáncégről van szó, magánterületen működve, váratlanul mentek oda. Így van, magáncégről van szó, amelyet állami pénzből hízlalnak, és a mi pénzünkből használják fel szócsőként. A magánterület védelme? Minket igazából beengedtek. Kerestük az Origót, de nem adtak interjút, azt kérték, hogy kérdéseinket írásban küldjük el. Szerettük volna tudni, hogy mi a véleményük arról, hogy a Momentumosok nem tekintik őket újságírónak, illetve mi a véleményük az akcióról. Csak utóbbira válaszoltak. Azt írták, hogy a Momentum képviselői előzetes egyeztetés és engedély nélkül betörtek a szerkesztőségbe, és emiatt beperlik őket. A 888.hu-nak viszont nyilatkozott Gábor László, az Origo hír főszerkesztője. Azt mondta, ez eddig a legerősebb támadás a sajtó ellen, ez nem etikai, hanem jogi kérdés. A civil jogvédő szervezet, a TASZ szerint a Momentum valószínűleg jogsértést követett el. Gyakran előfordul az a konfliktus, hogy a morális, erkölcsi igaza valakinek nem esik egyből jogi igazával. És könnyen lehet, hogy politikailag megérte a Momentumnak felvállalni ezt az akciót, és erkölcsileg még akár igazuk is lehet, de attól a belépés és a forgadás, hogyha nem volt rá engedélyük, jogszerűtlen marad. Információink szerint a Momentum látogatása óta szigorították a beléptetést az Origo szerkesztőségébe.